Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 2022 nyarán hatalmas aszály sújtotta a hazai vidéki termőterületek jelentős részét. Sok zöldség és gyümölcs termelő abban reménykedett, hogy ennél csak jobb jöhet. De hogy pontosan mi várható, arról Apáthy Ferencet, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát valóban, ahogy itt elhangzott, tényleg arra kíváncsi mindenki, hogy hogyan alakul a helyzet, és ugye tegyük hozzá, hogy tényleg nagyon-nagyon enyhe idő van, és akkor a szakemberek azt szokták mondani, hogy ugye nincsenek mínuszok, és emiatt esetlegesen tönkre mehet gyümölcs-zöldség termés az idei. Mennyire nagy a baj ez ügyben? A helyzet az, hogy egy 10-15 éves időtávban klímaváltozásról vagy klímaváltozási tendenciákról beszélni nagyon nehéz, de mi a gazdálkodás gyakorlatában egyértelműen azt érzékeljük, hogy van klímaváltozás. Ennek az egyik jelensége az, hogy rendellenesek a csapadékciklusok, tehát több hónap telik el csapadék nélkül, mint például tavaly tavasztól nyár végéig, vagy éppen egy-egy időszakban extrém csapadékok vannak, ilyen volt a 2018-19-20 júniusa, amikor a szamóca, a cseresznye megsemmisült a rengeteg csapadéktól. Rendellenes az is, hogy a tél enyhe, majd március-áprilisban jönnek szinte téli jellegű hidegbetörések, amelyek meg már nagyon komoly rügykárokat, virágkárokat okoznak a gyümölcsfákban. Mindezek okán a elmúlt években az időjárási csapások felszaporodása miatt a gazdálkodói kedv az nagyon erősen romlott, mert romlik a jövedelemtermelő képesség, amikor évről évre megsemmisül a termés több 10%-a. Úgy érzékeljük, hogy az elkeseredettség és a baj a gyümölcstermesztők körében a sokkal nagyobb. Azt prognosztizálnám, és lehet, hogy bátor a kijelentés, de tartok tőle, hogy igaz lesz, hogy a következő 2-3 évben a jelenlegi 80 ezer hektáros gyümölcstermő területünknek a több 10%-a fog megszűnni. Csak az a kérdés, hogy ez 20 lesz, vagy 30, vagy 40%. Zöldségtermesztésben talán kisebb a baj, ott a tavaszi fagyok vagy a nyári jégverések korlátosan tudnak károkat okozni. Ez elemben az aszály hatásait, mint tavaly nyáron a zöldségtermesztők is nyögik, még akkor is, ha a zöldségtermőterületünk 70-80%-a öntözött. Ott, mint említettem, kisebb a baj, a zöldségtermelőknek évről évre van lehetőségük korszerűsíteni, fajtát váltani, a technológián módosítani, hiszen általában éves kultúrákkal dolgozunk. Ellenben a gyümölcstermelők, ha eltelepítenek egy ültetvényt, az 10-15-20 évig az a faj, az a fajta, az a termelési mód vagy művelési rendszer marad. Így összességében van gond az ágazatban, és alapvetően ezt a klímaváltozás, illetve amiről gyakran beszélünk, a munkaerőhiány okozza. Igen, épp ezzel akartam volna folytatni a munkaerővel, hogy ha ez a tendencia érvényesül és folytatódik, ahogy ön is említette, a következő években, akkor nyilván a termelők közül lesznek jó néhányan, akik egyáltalán abba hagyják magát a tevékenységet. Erre lehet-e számítani? Abszolút, és döntően a gyümölcstermelők körében, sőt ez a folyamat igazából egy 15-20 éve tart. Azt látjuk ágazati statisztikákból teljesen egyértelműen, hogy azok a zöldség vagy gyümölcsfajok, amelyek nem bírják már ezt a forró meleg klímát, és amelyek élő munkaigényesek, azok gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben megszűntek. Ilyen a gyümölcsök között a mána, a szeder, a fekete ribiszke, vagy a zöldségek között például a brokkoli, vagy a kelkáposzta. Ezeket a zöldséggyümölcsfajokat ezen a klímán már nem vagy alig-alig tudjuk termelni, vagy a szomszédos országok, a lengyelek, vagy éppen a szerbek sokkal versenyképesebbek benne, és olcsóbban idehozzák, mint amennyiért mi egyáltalán előállítani vagyunk képesek. Tehát az, hogy a klímaváltozásra érzékeny és élő munkaigényes zöldséggyümölcsfajok eltűnnek, és azzal foglalkozók, tehát a gazdálkodók száma is csökken, ez egy 15-20 éves tendencia, és attól tartok, hogy ez a jövőben, a következő 2-3 évben inkább csak gyorsul, és arra lehet számítani, hogy maradnak azok a zöldséggyümölcsfajok, amelyeknek a művelése gépesíthető, tehát az élő munkaigénye mérsékeltebb, vagy amelyek 12 hónapos folyamatos foglalkoztatást tudnak biztosítani, ilyenek például az üvegházkertészetek, ott kisebb a munkaerő, gondolom, mert folyamatos a munkaerőlekötés, és maradnak azok, amelyeket a jelenlegi klímán is tudunk termelni. Ez azt jelenti, hogy a zöldséggyümölcsfajok többségét még mindig versenyképesek vagyunk képesek előállítani. Egyébként, ha már a versenyképességet említette, az árakról még essen valamelyik. Az árakról még
mindenképpen beszélgessünk, mert hát ugye az ember bemegy a boltba, azt látja, hogy a zöldséggyümölcs, hát tényleg aranyárban mérik, mennyire emelhetők még az árak, és ezeknek a folyamatoknak az lesz a következménye, hogy tovább emelkednek az árak? A helyzet az, hogy én azt gondolom, hogy a lakosság, a háztartások a további élelmiszerinflációt már nem nagyon bírják. Bődületes infláció van, ugyan a hivatalos statisztikák szerint egy 20-25% között lesz az infláció, de én azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy amit a pénztárcánkon valóban érzékelünk, annál sokkal nagyobb az infláció mértéke, és nem hiszem, hogy háztartásokról már ennél több bőrt le lehet húzni. Az a gond, hogy az infláció az egy nemzetközi gazdasági környezet, illetve a klímaváltozás által gerjesztett folyamat, és nagyon-nagyon korlátosak a lehetőségek abban, hogy ez a magyar gazdaság vagy a magyar kertészet szintjén kezelhető legyen. Egy példát hadd mondjak csak, azt szoktam mondani, hogy ha védekezünk az időjárási káresemények ellen, akkor azért lesz drága a zöldséggyümölcs, ha nem védekezünk, akkor meg azért. Mert ha nem védekezünk, akkor az időjárási károk elviszik a termést, alacsony lesz a kínálat, alacsony kínálatnál magas az ár. Ha védekezünk, akkor meg azért lesz drága, mert az öntözés, a fagyvédelmi technológiák, a jégverések elhárítására szolgáló jégháló, ezek bődületesen drága beruházások, drágább, mint mondjuk maga egy ültetvény, és ha meg akarjuk védeni a termést, ha azt akarjuk, hogy legyen a fogyasztó asztalán zöldséggyümölcs, akkor ma már ilyen klíma alatt csak és kizárólag ilyen technológiákkal lehet termelni. És az infláció az nem csak az élelmiszereket érte el, elérte a termelők ráfordításait. Például egy olyan ültetvény, amin 20 éve versenyképesen termeltünk, 20 évvel ezelőtt 4 millió forint volt, most 20 millió forint. Egy üvegház 3 évvel ezelőtt, 1 hektár üvegház 3 évvel ezelőtt 300 millió forintba került, most 700 millió forint a beruházási költsége. Tehát a termelők költsége is emelkednek, és ezáltal óhatatlan, hogy az élelmiszerek ára is emelkedjen, de azt gondolom, hogy ebben az évben már az infláció az fékeződni fog. És vannak kellemes meglepetések, ami a fogyasztónak jó, csak de a termelőnek jó, nem. Igen. Az alma nem lett drágább, mint tavaly vagy tavaly előtt. Akkor ez a fogyasztónak jó. A termelőnek nem. Ezzel a jó hírrel, legalább akkor ezzel a jó hírrel fejezzük be. Köszönöm szépen a dr. Peti Ferencnek, a Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnökének. Beszélünk majd még a témáról. Köszönöm ennek. Viszontlátásra. Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.